Immár 13. jótékonysági bálját tartotta meg a hétvégén a Torontelvásárhelyi Református Egyházközség. Beszédes Mária a Torontelvásárhelyi Református Egyházközség lelkésznőjének köszöntő beszéde után megkezdődött a mulatozás. A belépő és tombola jegyek bevételét minden évben valamilyen nemes célra fordítják. Hát a hagyományos, ugye, jótékonysági református batyubál 2009-ben indult Torontálvásárhelyen a Református Egyházközség szervezésében, és hát a nevében is benne van, hogy ez egy jótékonysági rendezvény. Minden évben a presbitérium meghatároz egy célt, és akkor a bálnak a bevételével ezt a célt támogatjuk, vagy valósítjuk meg, hogyha olyan célról van szó. Az idén úgy döntöttünk, hogy a Kárpátaljai Magyar Református Egyházat támogatjuk, konkrétan is egy gyülekezetet, a Csongori Református Gyülekezetet Kárpátalján. Van egy kapcsolat, igaz, hogy még csak lelkészek szintjén ezzel a gyülekezettel. Tavaly volt már egy adományunk, és hát úgy gondoltuk, hogy mivel ők ott háborús helyzetben vannak, olyan nehézségekkel kell ebben az elmúlt másfél-két évben megküzdeniük, amikről nekünk is van fogalmunk, bár más formában éltük mi meg itt a háborút. Ők Kárpátalján vannak, nagyon sok idős ember maradt hátra, akikről valamilyen formában megpróbálnak gondoskodni, és hát az is volt, főleg az elején, a háborúnak az elején, hogy a Ukrajna egyéb részeiről a menekülők, azok sokszor Kárpátalján keresztül menekültek nyugatra, úgyhogy velük is kellett foglalkozniuk. Tehát ezt a szolgálatot szeretnénk szerényen, de mégis támogatni. Tehát 100 fölött van a létszám, a résztvevőknek a száma, vannak gyerekek is, vannak idősek is, vannak mindenféle korosztályból természetesen is, és talán ezért is ilyen jó a hangulat. A talpalávalót az idén is Győri Zoltán és Becsei Károly szolgáltatja, mindig nagyon jó a hangulat, nagyon meg vagyunk velük elégedve, és ezért mindig is őket hívjuk. Ezen kívül tombolát is szerveztek. Igen, hát a jótékonysági bálhoz hozzátartozik az, hogy van tombola, amire ugye a résztvevők jegyeket vásárolnak, ezzel is támogatva azt a célt, amit ugye meghatároztunk. Az idén is elég sok szép nyeremény gyűlt össze az adományozóktól. És ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik ilyen formában hozzájárultak, hogy a termékeikből, szolgáltatásaikból adományoztak a bálra, tombolára. Máté Lajos, a Református Egyházközség gondnoka, fontosnak tartja az ilyen és hasonló jellegű rendezvényeket, ahol a szeretet veszi körül a közösséget. A helyiek igénylik. Azt, mert a batyubál, annak a jellege az, hogy batyuba hozzák az elemózsiát, az élelmet, az italt, és egy minimális belépési díjjal részese lehet bárki egy jó élménynek, egy zenekarnak, egy hangulatnak, ebben az esetben egy minimális kis díjért. És ez miatt igénylik, azért mert a szórakozás mindenkinek. Mi társas lények vagyunk, a társas lények pedig igénylik a közösséget. A közösséggel pedig épül úgy egyházközségünk, mint más. Mindennek megvan az ideje. Megvan az ideje az imádkozásnak, megvan az ideje a táncnak is. Most a táncnak van az ideje. Közeleg az advent, a karácsonyt megelőző időszak. Hát jövő vasárnap, december 3-án lesz advent első vasárnapja. Onnantól kezdődően már majd konkrétabban is elkezdtünk készülni természetesen karácsonyi
műsorokkal, fellépésekkel, gyerekek már jelentkeztek, hogy szeretnének majd verset mondani, felkészülni. Tervben van egy téli tábor januárra, január elejére, amikor még ugye szünet van. Persze készülünk csomagokkal is, és hát gondolom, hogy mindannyian nagyon várjuk már az ünnepet. Mi az, ami fontos az advent időszakban? Hát szerintem talán annak a tudatosítása, hogy várakozásban élünk. Ugye az embernek mindig vannak valamilyen céljai, rövidebb vagy hosszabb távú céljai, amit próbál elérni, aminek a beteljesedésére vágyik. Ilyen például az ünnepnek a várása is, az ünnepi időszaknak, az ünneplésnek, főleg, hogyha ugye család együtt tud ünnepelni, hogyha külföldről is haza tudnak jönni azok, akiket ritkán látunk. De nem csak ezek a várakozások vannak az életünkben, hanem abban a várakozásban is élünk, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön. Ugye a kereszténységnek ez az egyik meghatározó eleme, tényezője, nem is tudom, minek nevezzem, hogy várjuk azt, hogy vége legyen minden háborúnak, minden bajnak, minden szenvedésnek, minden fájdalomnak, és így adventben ugye valahogy jobban ráhangolódunk erre az igazi nagy várakozásra, és tudatosul bennünk az, hogy mennyire is vágyunk arra, hogy mindez megvalósuljon. Akár csak régen mindenki a saját battyújából, otthonról hozott étellel, itallal kínálta többi vendéget, amely a jótékonykodó szeretet kifejezését tükrözte.